pálinkát várom, ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát, ha nem adnak körtét, elviszem a böskét. Adja az Isten ölkentek disznójának, akkor a szalonnája legyen, mint az ajtó. A Völcségi Kistérségi Tanácsülését is megszállták a lucázók, a Völcség Néptánc Együttes tagjai, akik számos jó kívánságot mondtak az egybegyűlt polgármestereknek. Ez a nap különleges erővel bír, nem csak a magyar, de számos népszokás rendjében, mondja Farkas István Gergő, a Völcségi Múzeum igazgatója. Szent Lúcia alakja kapcsán szóba került, hogy ez a fehér ruhás koszorút viselő nő alak, ez ugyanúgy megjelenik Skandináviában, mint a több ezer kilométerre lévő Olaszországban. Az imént említett Szent Lúcia a 3. században élt Szicíliában, gazdag családból származó keresztény lány szüzességi fogadalmat tett Krisztusnak, vagyonát szétosztotta a szegények között, és inkább a vértanú halált választotta, mint hogy férjhez menjen egy pogány férfihez. A magyar néphagyományban is számos szokás kötődik a Luca naphoz. Ugye a Luca naphoz kapcsolódó szokásoknak a többsége az különféle jósláshoz kapcsolódott, például különféle haláljóslások, szerelmi jóslások voltak, ugye a lányok főztek gombócokat, és abba különféle keresztneveket rejtettek, és akit kiúztak, az lett a férjük, illetve kopogtattak a sertésolnak a tetején, és hogyha csendben maradtak bent a malacok, akkor rövid időn belül férjhez ment. Ezen a napon a hagyomány szerint az asszonyoknak nem volt szabad dolgozni, sőt, még a házat sem illet elhagyni, mert ilyenkor mindenhol boszorkányok leselkedtek. És ezen a napon kezdték el készíteni a luca székét, amelynek karácsonyra kellett elkészülnie. 9 féle fábor faragott, 3, 4, 6 vagy akár 13 lábú székben egy szög sem lehetett. És 13 darabból 13 nap alatt kellett összeállítani. Innen terjedt el a szólás, hogy olyan lassan készül, mint a luca széke.